12 magyarországi szakember részvételével szerveztek a Szabolcs-Szatmár Bereg megye pedagógiai szakszolgálat Nyírbátori tagintézménye és a Ráti Szent Mihály Gyermekotthon rehabilitációs központ. Az intézményeikben folyó pszichológiai, gyógy és fejlesztő pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai tapasztalatcserét. A szakmai nap elsődleges célja az volt, hogy bemutassák, illetve megismerjék a Kárpátalján és a Magyarországon folyó pszichológiai, gyógy- és fejlesztő pedagógiai szakmai munka kereteit, gyakorlatát, a foglalkozásokon használt eszközöket és módszereket, és a terápiás lehetőségeket. 12-en érkeztünk ide Rátra. Nagyon magasan kvalifikált szakemberekkel dolgozunk a Nyírbátori tagintézményben, akik mindig nyitottak minden új dologra. Minden járásban tagintézményként működik egy szakszolgálat, amely ma már 9 feladatellátási rendszerrel működik. A cél mindig az, hogy elérhetővé tegyük mindenki számára ezt a fajta ellátási formát, hiszen nálunk egészen 0-tól 18 éves korig kapnak ellátást a gyerekek, illetve 18 éves kor után is, hogyha nappali rendszerű oktatásban részesülnek. Tehát elég nagy korosztályt fedünk le, és ami most cél a szakszolgálati rendszeren belül, hogy minden korábbi időszakban tudjuk elérni a gyerekeket, a valamilyen fejlődési elmaradást mutató gyerekeket, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy minél hamarabb integrálódjanak egyrészt intézményekbe, másrészt ugye a társadalomnak is ez a célja, hogy egy jól működő gyerek, illetve későbbiekben felnőttet kapjon. A Ráti Szent Mihály Rehabilitációs Központ egy éve működik. A Római Katolikus Egyház által létesített, a magyar kormány által támogatott egészségügyi intézményben elsősorban a Ráti családtípusú gyermekotthon, illetve a Nagydobronyi Református leányotthon lakóinak rehabilitációját végzik, de a környező településekről is gyakran érkeznek ide gyerekek. Rehabilitációs központunk 2018. június 8-án nyílott meg. Azóttától járnak hozzánk különböző gyerekek. Ugye tudnunk kell, hogy logopédus, gyógymasszőr, pszichológus, gyógytornász, akvaterapeuta, fogorvos működik nálunk. Központunkban különböző gyerekek járnak hozzánk különböző problémákkal, szellemi fogyatékosok, autista, Down-szindrómás. Milyen szakembereik vannak, illetve van elegendő szakember, és ezek a szakemberek fel vannak-e készülve, illetve szükségük van, milyen program szerint mennek, ukrajnai program szerint, alkalmaznak-e valamilyen európai általános trendeket? Igen, általában minden tanács meg szeretünk fogadni. Ukrajnai, magyarország, külföldi, mindegyikben részt vesznek a pedagógusaink, és igen, nagy szeretettel fogadjuk azokat a segítőkész asszisztenseket, úgymond, akik eljönnek hozzánk, hogy bemutassák ők is, hogy mit tudnak, és mit tudnak tanácsotni nekünk, szakembereinknek. A Ráti Gyermekotthonban 4 család nevel állami gondozásból kikerült gyerekeket. Sokan közülük nagy lelki traumát éltek át. Velük folyamatosan pszichológus foglalkozik. Milyen segítségnyújtás esetleg lehetséges a magyarországi kollégák részéről szakmailag? Hát igazság szerint mindig nagyon örülünk, hogyha jönnek hozzánk, mert nyilván nekik több tapasztalatuk van, és többféle módszerük, terápiák, amiket úgymond már ők alkalmaznak, és kíváncsiak vagyunk igazság szerint, hogy mit fogunk ma hallani. Főként a meseterápia, ami így érdekelne, mert szeretném én is így alkalmazni. Egyelőre csak így próbálgatjuk, mert a gyerekeknek nagyon tetszik ez a bábozás, mese, igazság szerint akkor tudnak leginkább kibontakozni, és ez egy nagyon jó módszer, és én is támogatom, és így a kollégákkal úgy gondoljuk, hogy örülünk, hogy jönnek, és tanulhatunk tőlük. A rehabilitációs központban a különböző szakterületek képviselői egy csapatban dolgoznak, és együtt alakítják ki a terápiás módszereket. Sok olyan eset van, hogy a páciens egyéni foglalkozást igényel, de előfordul, hogy csoportterápiára van szükség.
Minden gyerek egy személyiség igazság szerint, és mindegyikkel külön-külön kell foglalkozni, de vannak olyak, akiket mondjuk tudunk egy csoportba tenni, akiknek valamilyen szinten így hasonlóak a problémájuk, például viselkedészavar, vagy hogyha van egy autista gyerekünk, meg még egy autista gyerekünk, akkor mondjuk így igyekszünk már így csoportosokat csinálni. Mert csoportban azért mégis más, úgy a viselkedésük is teljesen másképp viselkednek, hogyha már ha ketten is vannak. Tehát egy egészséges gyerek, mármint, hogy így nincsen semmilyen viselkedési zavarja, csak tegyük fel mondjuk mozgássérült, és odaül mellé egy autista gyerek, így szemmel látható, hogy az autista mit érez, hogy mennyire feszült, hogy mennyire nem érzi jól magát, fél, és nem tudja, hogy hogyan kell azzal a másik gyerekkel kommunikálni, hogy hogyan kell együtt játszani. És jó ilyenkor összehozni azt a különböző gyereket, mert talán valamilyen szinten egyik a másikán tud segíteni. A nyírbátori kollégák a szakmai találkozón több olyan módszerrel megismertették a rehabilitációs központ munkatársait, amelyet már a gyakorlatban régóta alkalmaznak. A módszer specifikus képzésben igazából két területtel dolgozom, elsősorban serdülőkkel és kis életkorú gyerekekkel. A két képzésem az egy integratív képzés, amiben több kis alterületet dolgoztak egybe, ide a meseterápiától, a hipnoterápián keresztül egy csomó apró részlet, amivel utána lehet dolgozni. Ez a kapcsolatra épít ez a módszer. Szeretnénk minél inkább bekerülni a családok életében, minél részletesebben megismerni, hogy ők hogy működnek, mert így látjuk a problémát, így tudunk jobban változtatni. Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú kis malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Hol volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt. A mese az, amin gyerekként valamennyien felnőttünk. De hogy gyógyító ereje is lehet, azt talán csak sejtettük. Márpedig a mese a képzeletünk által olyan világba röppent minket, ahol talán nem is jártunk soha. A mese pozitív hőseivel azonosulva olyan dolgokra vagyunk képesek, amit az életben nem tettünk soha, mert talán úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk rá. A meseterápia a mese gyógyító erejét felhasználva kívánja a gyerekeket ráébreszteni arra, hogy az adott személy miért került például a sűrű erdőbe, kitől és mitől remélhet majd segítséget a bajban, és mit kell tennie saját boldogulása érdekében. A mesehőse elé is akadályokat gördített az élet, csak úgy, mint a valóságban. Csak hogy míg a mesehős képes végigjárni a számára jelölt utat, a racionális ember gyakran képtelen a továbbhaladásra. A meseterápia helyes alkalmazása szakemberek által erre tanítja meg a gyerekeket. Mi fér bele konkrétan ebbe a fantáziajátékba? Hol a keret, hol a határ? A keretet mi adjuk. A helyszínt, az időpontot, tehát már ezek az alapok megteremtik azt a fajta biztonságot, vannak alapvető szabályok. Lehet harcolni, valaki lehet szuperhős, most nagy divatját éli a Marvel világ, ahol szuperhősök lehetnek, ahol megélhetik azt a fajta vágyukat, hogy ők is lehetnek ilyenek, és erősek lehetnek, bátrak lehetnek, ez mondjuk egy dadogó gyereknél, egy válási problémás gyereknél, aki el van bizonytalanodva a világban, nagyon sokat jelent, hogyha ezeket az élményeket megélheti. De ettől függetlenül bármi, tehát hogyha az ő világában éppen egy lila elefánt van, akkor egy lila elefánt lesz, és mi leszünk mellette a kis elefánt, akit támogathat. A gyerek nyelve a játék. Tehát játékos helyzetben nagyon sok olyan szorongással szembe tudnak nézni, amivel ilyen tanári didaktikus módszerrel nem igazán mernek közel menni. Ha én elkezdem őt faggatni arról, hogy ugyan mesélj már a szüleid válásáról, akkor legtöbbször ellenállásba ütközünk. Pont emiatt az átdolgozás is nagyon nehéz, viszont hogyha játékos helyzetbe megyünk bele ezekbe a helyzetekbe, akkor egy kis elefántnak a családjáról, hogy mi történik vele és hogyan éli egy hétköznapjait, sokkal könnyebben megnyílnak a gyerekek, így az átdolgozás is sokkal könnyebb. Tehát lehet őt támogatni, gondozót választhat magának, elmondhatja, hogy melyik gondozó a kedves, melyik nem. Mi meg hozzátesszük a saját gondolatainkat, hogy valójában mi is, miről is játszhatott ő. A magyarországi csapattal logopédus szakember is érkezett Rátra. A gyermekotthonban több olyan kiskorú él, akinek nagy szüksége van beszédkészség fejlesztésre.
Bár az egy éve működő rehabilitációs központnak jelenleg van magyar logopédusa, aki foglalkozik a gyerekekkel, a szakmai tapasztalatcsere mindenképpen jól jön, különösen Kárpátalján, ahol sokáig magyar logopédusból nagy hiány volt. Magyarországon is nagy probléma a logopédus hiány, ugyanis mi is bármikor szívesen felveszünk logopédust az intézménybe, mindig, mert hárman vagyunk, nagyon kevesen vagyunk a járás gyermekeire. Leginkább óvodáskorú, 5. életévüket betöltött gyermekekkel foglalkozunk, akiknek artikulációs problémáik vannak, tehát ugye ez azt jelenti, hogy bizonyos hangokat, hangcsoportokat nem tudnak tisztán képezni, és mi erre tanítjuk meg őket. Ugye, ha ez iskoláskorra nem sikerül, akkor bizony ott az olvasás és az írás tanulás gondot jelenthet számukra. Úgyhogy ugye ez gyengébb iskolai osztályzatot jelent, nem tudnak a képességeiknek megfelelően teljesíteni, de sajnos sok ilyen gyermek van, aki beszédhibásan kezdi meg az iskolát, mert nem vagyunk annyian szakemberek, hogy minden gyermeket tudjunk terápiázni. Úgy tartják, hogy a beszédhibára való hajlam örökölhető, de csak emiatt nem feltétlenül jelenik meg a gyermek beszédfejlődése során. Ahhoz, hogy ne alakuljon ki a beszéd egészséges fejlődése szempontjából, a harmonikus biztonságot nyújtó szeretetteljes család a legideálisabb közeg. Márpedig az otthonban élő gyerekek többsége korábban éppen ezt nem kapta meg. De a családokban élő gyerekek körében is egyre gyakoribb a beszédhibás kiskorú. Végeztek kutatásokat ezzel kapcsolatban, sokan azt mondják, hogy nem beszélgetnek a szülők a gyermekekkel, nem hallják az élő szót úgy, mint régen. Ugye felgyorsult az életünk, felgyorsult a világ, a szülők dolgoznak, fáradtak otthon, örülnek, hogyha a gyermek eljátszik, csendben van, nem beszélgetnek, telefont nyomkodnak, számítógépen játszanak, és ez nincs jó hatással a gyermekek beszéd és nyelvi fejlődésére. A nyírbátori szakszolgálat munkatársai a szakmai találkozón a Ráti Rehabilitációs Központ számára készségfejlesztő eszközöket is ajándékoztak, amelyet a jövőben a központ munkatársai hasznosan tudnak alkalmazni. A Szabolcs-Szatmár Bereg megye és Kárpátalja rehabilitációs szakemberei között létrejött találkozón Berkec Mária, Magyarország ungvári konzulja, abéli reményét fejezte ki, hogy a kezdeményezés a továbbiakban akár egy magas szakmai szintű együttműködésé is fejlődhet. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén is megrendezte az Édesanyák Hete programsorozatot, amelynek célja, hogy kiemelten figyeljenek az édesanyákra. Az Egyesület Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán dr. Dabóczi Andrea táplálkozásterápiás orvos, fogyásszakértő a Családi Felelősség a Táplálkozásban című videó előadásával indította el a programsorozatot. Próbálunk mindig valami újat kitalálni, úgyhogy idén egy egészségügyi előadást, egy táplálkozási szakember, egy orvos tart egy videó előadást, egy budapesti szakemberről van szó. Ez azt gondolom, hogy minden anyukát érdekelhet, hiszen az anyukák látják el a családot, rajtuk múlik az, hogy mennyire egészséges táplálkoznak, és mennyire egészségesek a családtagok, úgyhogy erről hallhatnak egy előadást, illetve hát, ha már beszélünk az egészséges életmódról, akkor tegyünk is valamit az érdekében, tehát egy zumbát, egy aerobik edzést is ajándékozunk az édesanyáknak, ez 3 helyszínen történik, Salánkon, Beregszászban és Munkácson, és ezen kívül van egy hagyományosan bevált programunk, ez pedig az, hogy a gyerekeket biztatjuk arra, hogy az édesanyjuknak készítsenek valami kis ajándékot, kézműves alkotást, rajzot, és ezzel az édesanyjuknak egy wellness délutánt nyernek. A családokban, különösen a nagy családokban gyakran óriási dilemmát jelent az édesanyának, hogy mit is főzzön, ami mindenkinek ízlik, egészséges és tápláló is egyben. Ön, mint 4 gyermek édesanyja, hogyan látja azt, hogy mai rohanó világunkban mennyire tudunk odafigyelni az egészséges táplálkozásra? Illetve mi az, amit ön
elsősorban fontos szempontnak tart, mielőtt egy ételt letesz a családja asztalára? Hát az egyik dolog, ami lelkiismeret furdalás szokott okozni, ez az, hogy ha nem tudok elég időt fordítani a család élelmezésére, étkeztetésére, és elég gondosan megnézni, hogy mi is kerül az asztalra. Úgyhogy hát amikor csak tehetem, akkor próbálok úgy főzni, hogy egyrészt szeressék a gyerekek, meg a férjem is, másrészt pedig olyan helyről próbálok vásárolni, amit nagyjából tudom, hogy nem vegyszeres, vagy nem káros, nem tartalmaz káros anyagokat. És hát nálunk sajnos előfordul autoimmun betegség, és ezért nem mindegy, hogy mi az, amivel a családot megetetem. Épp testben, épp lélek. Talán nem is gondolnánk, hogy azon kívül, hogy esetleg hízunk tőle, még milyen hatással lehet ránk a táplálkozásunk. Mindenki másként alakítja ki a saját étrendjét. Persze a tudatos táplálkozás nagyban segít, hogy jól érezzük magunkat, ne legyen túlterhelve a szervezetünk, és megkapja azt a mennyiségű vitamint és ásványi anyagot, fehérjét, és még sorolhatnám, amire végül is szüksége van. Dr. Dabóczi Andrea táplálkozásterápiás orvos szerint a gabona és a tejtermékek, vagyis a nyugati típusú étrend károsítja az egészséget, befolyásolja a szénhidrát anyagcserét, az immunrendszer működését és még számos biológiai folyamatot. Az alatt az időszak alatt, amikor elkezdtünk ugye 10 000 évvel ezelőtt növényeket termelni, gabonákat termelni és az állatok tejét is fogyasztani, ez az idő nagyon-nagyon kevés volt ahhoz, hogy az ember biológiai képességei megváltozzanak, és barátinak fogadjuk el azokat a táplálékokat, amiket az ember elkezdett termelni. Igazából nem a természetből táplálkoztunk már ezután, hanem mi magunk termeltük meg a történelem folyamán megtanulva az állattartás és a növénytermesztésnek a csínyát-bínyát, kiegészülve később ugye a növény nemesítéssel, illetve a vegyszerek használatával. Ezekhez az élelmiszerekhez mind a mai napig az emberi biológiai képességeink nem tudtak hozzá idomulni, tehát gyakorlatilag a biológiai képességeink le vannak maradva, és ott vagyunk még mindig, ahol 10 000 évvel ezelőtt, vagy még annál is korábban voltunk. Gyakorlatilag az ember a mai napig arra képes biológiailag, hogy simán, egyszerűen és probléma nélkül feldolgozza az állati húst, a zsírt, a belsőségeket, és nagyon problémásan tudja feldolgozni a nagy mennyiségű gabonát és a tejtermékeket, és még egy csomó olyan növényt, ami ez alatt a 10 000 év alatt került be a táplálkozásunkba. Andrea szerint a tejtermékek fogyasztásából sok probléma fakad. Olyan betegségek kialakulását is elősegíti, amit talán soha nem is gondoltunk volna. Ugyanez a helyzet a gabonafélék fogyasztásával is, hiszen a gabona túlsúlyú táplálkozás, ami a mai ember étrendjét uralja, az főleg a lisztekből készült kenyerek, tésztafélék, amelyeket napi szinten nagy mennyiségben fogyasztunk, fel sem fogva, hogy milyen kárt okozunk ezzel a szervezetünknek. Ezek a táplálékok nagyon nagy mennyiségű cukrot, illetve keményítőt juttatnak a szervezetbe, ami azt eredményezi, hogy a vércukorszintünk gyakorlatilag nagyon sokszor magas szintre emelkedik, és ez egy óriási probléma az emberi szervezetre nézve. A következő nagy probléma, hogy az emberiség, mivel elkezdett újfajta növényeket termelni, nagy mennyiségben előállítani, és egysíkúan fogyasztjuk ezeket a növényeket, tehát ezekből nagyon sokat fogyasztunk arányaiban, illetve a tejtermék bekerült a táplálkozásunkba, ezzel egy nagy halom olyan fehérje jut be a szervezetünkbe, ami a mi immunrendszerünk számára gyakorlatilag egy idegen fehérje csomag, és ezekkel az immunrendszerünk, ezekkel szemben a mi immunrendszerünk úgy viselkedik, hogy támadást indít ezek ellen a fehérjék ellen. Így indulnak gyakorlatilag az autoimmun betegségek, és így indulnak azok a betegségek, amik allergiákhoz köthetők, illetve a tejtermékek, ez a másik nagy probléma, hogy a tejtermékekkel együtt a sok idegen fehérje, ami a tejben található, és nem az ember teje, hanem a másik fajnak a teje, tehát az állatnak a teje jut az ember szervezetébe, ez nagyon sok immunrendszeri problémát okoz manapság.
Az előadáson résztvevő anyukák természetesen kissé meglepődtek, hiszen a legtöbbször azt hallották még a nagyanyáiktól is, hogy a tej életerő egészség. Akkor vajon mi az igazság? 3 gyerekem van, tej, ami nagyon megfogott, hogy igen, tényleg egy éves koráig szoptattam őtet, aztán áttértünk a tejre, és most nagyon meglepődtem, a tehintejre, igen, hogy ilyen káros hatásai lehetnek, és így most, ahogy visszapillantok, sok mindenbe visszalátom, mert nagyon sokat légcsöves, tényleg, hogy általában mindig antibiotikumos injekció segítsége kell hozzá, hát meg a kezdődő tüdőgyulladás is volt neki 2-szer, és még csak 2 éves. A tejtermékeknek az egyik legjellemzőbb következmény egyébként, egy picit így visszaugrok a betegségekre, a felső légúti hurutok, a gyakori krupos megbetegedés, a középfülgyulladások, a tüdőgyulladások és egyéb ilyen felső légúti asztmatikus megbetegedések egyértelműen mindegyik tejtermékhez köthető betegség. Ezért létfontosságú, hogy ahol ez a betegség már felütötte a fejét, ott ezeknél a gyerekeknél nagyon szigorúan és gyors ütemben ki kellene vonni a tejtermékeket. Ki gondolta volna, hogy a vitaminokat nem csak a növényekből, de főként a húsokból és az állati belsőségekből is ki tudjuk nyerni. Sőt, a zsírfogyasztás is egészséges lehet. Gyakorlatilag az állati belsőség fogyasztása egy megfelelő vitaminbevitelt tesz lehetővé, amin keresztül a vitaminok tényleg felszívódnak és tényleg tudnak hasznosulni. Így aztán a vitaminbevitelnek a helyretételével az immunrendszerünk is a helyére kerül, és sokkal kevesebb lesz a fertőzéses, megfázásos, hasmenéses betegség, az influenza is, és a kanyaró is. Zsírfogyasztás nélkül, állati zsírfogyasztása nélkül alig-alig van egészséges ember. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy olyan módszert keressen, amit hosszú távon is egészségesnek talál. Én ezt a módszert találom hosszú távon egészségesnek, mert ez az a táplálkozási mód, a húsos, zsíros táplálkozás, minél kevesebb szénhidráttal, minél kevesebb, gyakorlatilag nulla tejtermékkel. Ezzel lehet elérni azt, hogy az ember tényleg azt fogyasztja, amire a biológiai rendszerei képessé teszik. Itt szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy aki már gyógyszert szedő betegként próbálja elkezdeni ezt az étrendet, feltétlenül orvossal kell konzultálni, olyan orvossal, aki ért ehhez a táplálkozási formához. A videó előadáson résztvevők a táplálkozás terápiás orvost hallgatva sokan rádöbbentek, hogy bizony nem mindig a helyes ételfogyasztás szabályait követik. Márpedig az édesanyák, akik egyben háziasszonyok is, nagy felelősséget hordoznak, hiszen tőlük függ, hogy mit tesznek a család asztalára. Változó az étrendünk. A gyerekek most, ahogy itt elő volt adva, nagyon szeretik a szénhidrátdús ételeket, ami a kedvencük, ezek a sült tészt, akár a piskóta tészta, akár a palacsinta. Nagyon szeretik a gabonát tejjel, ami engemet is meglepett, hogy a tej az mennyire nem egészséges. Nagyon szeretik a húst, de azt is sülve, méghozzá kirántott húst, vagy pedig fasértot. A párom mondjuk nagyon szereti a paraszt ételt, hogy szalonna, kolbászt, a házi kolbászt. Van-e valamilyen betegség a családban, ami esetleg most az előadás által önt rávilágította arra, hogy a táplálkozási szokásból fakadhat? Nálunk a nagylányunknak volt asztmatikus betegsége. Lehetséges, hogy a tejtől, mert nagyon kevés ideig szoptattam, és aztán mi tehéntejjel tápláltuk. Mai napig szereti a tejet, de számtalanszor van az, hogyha megissza a csésze tejet, akkor fáj a hasa. Az anyák heti rendezvényen persze az egészséges táplálkozási tanácsok után a mai trendet követve egy zumba foglalkozáson is részt vehettek az édesanyák. A zumba edzésünk volt, és ilyen ritmikus tánc mozgásformákat tanultunk, próbáltunk elsajátítani. Óvónő vagyok, így rendszeresen mozgunk. A gyerekekkel van reggeli torna, van a séta folyamán is vannak tornák, játékok, körjátékok. Ezek jön negyedik elnakok, úgyhogy minden nap a mozgáshoz megvan.